Közlekedési tábla jelzi, hogy 2 órán keresztül lehet parkolni a Mátyás Király utcában. A várakozás megkezdésének időpontját tárcsával kell jelezni a szélvédőre kirakva. Ez az időtartam a 2 órát nem haladhatja meg. Ez a fajta jelzés 5-ből 4 autónál hiányzott. A közterület felügyelők ezért figyelmeztető cédulákon jelezték a problémát a jármű tulajdonosoknak, de a későbbiekben büntethetnek is ezért. A helyszíni bírság mértéke 5000 forinttól 50 ezer forintig terjedhet. Varga András, a szekszárdi polgármesteri hivatal városigazgatási osztályvezetője azt mondja, valószínű az zavarta össze az embereket, hogy a fizető övezetekben díjmentessé vált a várakozás. Azt ígérik, a jövőben fokozottan ellenőrzik majd ezeket az övezeteket a hatóság munkatársai. Zöld területen járdán is sokszor parkolnak autók Szekszárdon, pedig az is tilos. Az Rínyi utcában több étterem és kávézó környékén is ezt lehet tapasztalni. A zöld területen történő várakozás jelenleg a tulajdonjogi szabálysértések körében rongálás címén tudjuk szankcionálni. Elsősorban feljelentés útján, tehát a rendőrség a szabálysértési hatóság ilyen esetekben, és akkor feljelentést teszünk a rendőrség felé, ha ilyennel találkozunk. Szoktak ilyen jelzések érkezni? Igen, sajnos megszaporodtak ezeknek a száma is, illetve igyekszünk ezeket a zöld területeket lekorlátozni, akár növényzettel, faültetéssel, cserjeültetéssel, hogy ezzel is megakadályozzuk a szabálysértés elkövetését. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője azt mondta, a zöld területen való parkolás ügyében akkor tud hatékonyan intézkedni a hatóság, ha bejelentik azt a rendőrségen. Alapvetően azonban a közterületfelügyelők feladata ezt ellenőrizni és a rendőrségen feljelentést tenni. Zöld területen való parkolással kapcsolatosan szabálysértési eljárás az elmúlt időszakban a szekszárdi rendőrkapitányságon nem történt, valamint a közterület felügyelettől sem érkezett ilyen jellegű feljelentés ismeretlen tettessel szemben, hogy valaki zöld területen megállni tilos vagy a várakozni tilos hatálya alatt parkolt volna. Ha a rendőr szabálytalanul parkoló autóst lát, a jármű üzemben tartójával vagy tulajdonosával szemben szabálysértési feljelentést tehet, távollétében pedig bírságot szabhat ki.